Mindenkinek ismét a mai alkalommal a Shanghai Street Racing nevű játékot fogom nektek bemutatni. Kezdjük el azzal, hogy ezt a játékot szerintem nagyon kevesen ismerik. Szinte semmi nincsen róla az interneten, alig van valami információ róla. A demóján kívül pedig semmilyen nincs, talán egy helyen láttam még a borítóját is, pedig 2004-es játék és egyszerűen hihetetlen, mit ki nem adtak. Tehát még demo változattól is képes, ez iszonyatosan gyengére sikeredett. De hogy miért mondom ezt? Hát nézzük meg. Első pont, a zene. Ez nagyon ledöbbentett engem. Hallgassátok! Amikor ezt először meghallottam, teljesen le voltam döbbenve. Ez szerintem egy doszos játéknál simán elmenne. A zenének a második fele, hát látszik, hogy már feldolgozás, de igazából nem javít az összképen. Hát, lépjünk tovább. Most nézzük, milyen akciókat találhatunk. A videónál teljesen átlagos dolgok vannak. Felbontást nem tudtam állítani. De a zenét és a kezelhetőséget azt lehet. És vissza. A menüről még érdemes elmondani, hogy teljesen átlagos. Annyi, hogy a single player, mert van multiplayer is, de inkább azt hagyjuk. Mert kezdjük is a játékot. Választunk ki a single race, mert hát demóban csak ezt engedte. Egy pályát lehet kipróbálni. Track 1. Hát nem túl kreatív, még ez van. És ez az, ami egyszerűen teljesen lebírt engem döbbenteni. Ez a grafika egyszerűen autó között iszonyatosan beszél. De most Photoshop-val szebbet lehet csinálni, de komolyan. És ez a Phoenix belirat, hát nem tudom, gyártójára utal. Egyszerűen rettenetes. És még egy dolgot szeretnék mutatni. Kinagyítva, hát mit is mondhatnák? Keze előre kinyújtva, és megint a semmit fogja, hát nem igazán tudom, hogy ez mennyire volt ez átgondolva, de ilyet egy másik játékban már láttunk. Melyikbe is? Nem tudom éppen mit fog, csak úgy kinyújtja a kezét előre, hát mindegy, nem a lényeg, azt úgyse nézzük egész úton. Hát igen, a jó öreg Mania Drive, vagy Mana Drive, mert hát két néven volt az a játék is. De inkább azzal játszanák, mint ezzel. És ez tény. És még igazából az igazi poén már csak akkor kezdődik, mikor elindítjuk az első pályát. Kezdjünk bele! És induljon a verseny is. Ezt most mit csinált? Nézzük csak még egyszer ezt a rajtkezdést. Tehát éppen csak elkezdjük a versenyt, és a másik ellenfél Lükvelszbe kapcsol, és szánszándéka hátráltat minket. Zombie man, menjél innen! Kezdjük már a játékot. És nézzétek már, mekkora lemaradással indulok. Hát ez fair? Hát nem igazán. A játék másik érdekessége a fék. Hát igen. Ez nem semmi, egy fék rendszer. Erre a nagyon gyönyörű levéleffektusra, ami szerintem a legszebb a játékban, majd még később visszatérek. De most még egy fontos dolgot megemlítek, a mesterséges intelligenciát. Hát, kell részletezni? Szerintem nem kell sok mindent hozzátenni. Grafikailag a város viszonylag elmegy. És most nézzük meg, milyenek a fák, hogyha neki megyünk. Simán kidöntjük? Figyeljétek csak meg! Hát... a levelek azok szépen lehullanak, a törzs pedig eltűnik a fenébe. Hát nagyon gyönyörű.
Á, úgyse leszünk elsők, inkább majd indítsuk újra a játékot. De menjünk tovább. De kezdjük újra ezt a pályát. Ez a Ticker Master rendszámú autóval, aminek igen gyönyörű a spoilere. És a mesterséges intelligenciára most is nagyon jó bizonyítékokat láthatunk. Kedves ellenfeleik, ugyanis piszakul el tudnak lenni. Úgyhogy nagyon kell küzdeni az első helyért. És igen, hogyha a forgalomban lévő bármelyik autónak nekiütközöl, te fogod húzni a rövidebbet. Igen, ott megint lehetett látni egy autót, ami ott teljesen be volt parkolva. Na jól el van magának. Biztos mindenkire rájött a WC-szetnék. De tovább haladva, láthatunk megint ilyen akrobata mutatványokat a kocsitól. Hát, nem semmi. Maga a város viszonylag szépen ki lett dolgozva. Hát, szebb mint a autókidolgozás, a 100%. És mindjárt véget ér a verseny. Hát, nem leszünk elsők, hát még a 6. helyezett is megelőzött minket. Maradunk a tök utolsók. És nézzük meg, mit ír ki, hogyha elszúrtuk. Igen, fél. És ott egy autó egyesülést láthatunk. Még két dolgot szeretnék nektek bemutatni. Íme az első. Átesünk, felborulunk, felállunk, látjuk ezt a fekete füstöt, de ennyi. Az autó megy tovább, mint ami se történt volna. A másik dolog a vízzel kapcsolatos. Mert lehet-e menni autóval a vízbe? És igen, ahogy láthattuk, bele lehet menni, bár előbb ilyen gyönyörű esztétikus forgásokkal kísérve. De most a repülőnél próbáljunk belemenni. És így van, bele lehet menni, simán lehet a víz alatt is menni. És most foglaljuk össze, milyen is volt a játék. És szeretném megkérdezni vendégemet is, mit gondol róla. Hát nézzük először is grafikáról, mit mond. Maga a grafika, az autónak a grafikája az olyan szánalmas volt, hogy az szinte hihetetlenül lehetetlen. A játék grafikája az viszonylag még jó is volt, majdnem hasonlított a Need for Speed-ra. Hát én is körülbelül hát hasonlóan tudnám megfogalmazni, tehát magának a játéknak a grafikája alapszinten elmegy. Az autók viszont hát Photoshoppal jobbat bírok összegyártani, de hát és most jön az irányíthatóság egy sarkalatos pontja szerintem a játéknak. Szerintem is, hát a fékek az olyan szánalmasak, hogy az lehetetlenség volt. Lenyomtam a féket és egyből megállt az autó. Sőt, hogyha be akartam fordulni, és volt ott egy hosszú egyenesnél, be akartam venni a jobbra kanyart, egyből kicsapódott, tehát nagyon, nagyon egy gáz az irányítás. Dettó, hát az irányítás az egyszerűen egy nulla. És még a harmadik dolog, amit általában kiszoktak emelni a játékoknál, azok a hangok. Hát ahogy a zenét te is mondtad, hogy ahogy elindul a zene, az ott nagyon gáz, mint hogyha egy DOS alapú programból lenne kivágva a zene. De amúgy ott, ahogy elkezdődött már a jobb rész a zenéből, ott már viszonylag jó is volt, az úgy már tetszett, de amúgy tényleg egy nagyon gagyi ez a játék. Hát igen. Köszönjük szépen Lacinak a kommentárt. És összefoglalva tényleg, ez a játék, hát nem csoda, hogy kevés ember ismeri. Egyáltalán nem csoda. És nem is érdemes különösebben vele sokat foglalkozni. Ez a demo tényleg arra jó, amire a demo szolgál, bemutatja milyen a játék. Hát részemről ennyi. Ezzel nem kívánom foglalkozni. Sziasztok!